Starvation. Ja persze, mert nem működik ez az egész most. Ez meg egyáltalán nem működik még. Télen? Vagy nyáron? Mondjuk már nyár van, tavasz mondjuk. Ez van. Oké, ha ennyire nem akar viszont ez működni. Akkor oda valami másikat kell leraknunk. Miből van sok? Ilyen szőrből vagy micsodából? Clean leather. Ha megtaláljuk a listában. Blue for kék szőrből van 300 is. Csináljunk 3-at, aztán majd valahova kirakjuk. Pedig már be van kötve. Hát ennek nagyon nem örülök. Oké. Oké. Hát, majd meglátjuk. De ez rengeteg. Bogyóka. Hát szépen passzírozzuk fel az áramot este aksikba. Aztán majd meglátjuk, meddig húzzuk. Még a körbekerítéssel nem vagyunk meg, pedig az előbb-utóbb elengedhetetlen elem lesz. Van-e még ilyen gőzforrás egyébként a pályán?
Itt van egy, de mondjuk az meg a túlfelén. Fogalmam sincs, hogy mi kellene hozzá. Bár ha jól láttam, van már waterproof sumo. Oké. Annak is akkor irány a padlózat. Hát ha talán nem is ennyi. Oké. Nyilván ezt illene előtte elsimogatni, de hát most annyira nem fog izgatni. Na jó, csináljuk meg rendesen a saját szabványaink szerint. Kell ennyi? Ja, hogy magát az épületet is canceláltuk. Mert akkor egyértelmű lenne, hogy itt a négy az négy, a négy az négy, és alulra még kell még egy sor. Új szerelmesek, Shorty és Vadim. Oké. Kori, Alex, Vadim, Shorty, ő maguktól összeköltöztek, nagyszerű. Nem kell ezt kezelnem. Na, egyébként úgy néz ki, hogy a elemek hordájával végre megoldottuk. És átvészeltük a napot áram hiány nélkül. Cargo pods. Mit kaptunk? Pork, disznóhúsit. Sosem árt. És végre megkezdődött akkor a szaporítása az a növényeinknek. Akkor az nem működik, hogy beltéri kakaó ültetvény. Ha, felháborító.
Good, good, good. Normált, azt kukázzuk. Pur kuka. Kuka. Milyen minőségű ágyak? Azt hiszem normálig küzdöttünk, hogy az meg legyen mindig. Mert ma már lehet, hogy simán neki feküdhetnék, hogy good vagy jobb legyen. De hát most egyelőre ez belefér. Na hát. Ó, nem, messze nem igaz a koncepció, hogy itt jók vagyunk. Elektromosságból. Azt csak szeretnénk, hogy ennyi elég. Nem sokáig. Gázos, de egy idő után azért nem működik. Locked by roof. Oh! Hogy egyen jobban kilóg a fedett terület, mint szabad. Hát akkor ez legyen fedetlen terület. Azt hogyan és mikor fogja valaki nekem lebontani? Thank you.
Até zona. Ilyen vadállatok vannak, amik veszélyesek. Jelenleg a bumalók a legveszélyesebb. Meg ezek szerint ez a farkas. Hogy nyavajásodjon meg. Egy mező már pirosnak számít. Sőt, egy mező most akkor ki is ürült, ha jól látom. Na, hát lassú így, de haladunk. Hát napközben teljesen leszívta az áramot megint. Az ügy. Gondolom. Megint nincs túl sok kaja. Végtelen zsizsültetvényeink és egyebek. Hát nem állunk jól. Hát ezt miért ne? Viszont akkor ezt a hármat megrakjuk szépen be. A gyűjteménybe. Oké. Ja, hogy inkább azokat készítik, mint hogy ezeket befejeznék. Hát ez van. Erre azért ezt tudom mondani.
Nu eu. Tizenöt óra, és még jók vagyunk. Nagyjából működni fog ez a ültetvény dolog. Kutatás. Mindenki milyen lelkes itt a kajákkal kapcsolatban. Szuszumu, hát annyira nem állunk jól kajából, hogy food binge-et toljál. Természetesen, hát hol máshol? Hol máshol lett volna, mint a... Na hát, legalább nem ültetik be újra és újra a sikertelen zónáinkat. Hát nem állunk fenomenálisan kajából továbbra sem. Lenne, ha lebontanád azokat az épületeket, vagy asztalokat, vagy székeket. Meteor, de hol a pokolba? És még Compacted Steel. Hát akkor azt... Azt bányászátok ki, fiúk. Nem, mint ha feltétlenül szükség lenne rá, de... De azért hasznos, na. Először kirakjátok azt a két széket.
Aztán ehettek. No, sokkal jobban állunk, úgy érzem. Bár lassan nappal is elég jók leszünk, amennyi itt összejött. Extra erőműben. Ahogy a mély tengerén nem tudnak átmenni. Hát a nyavaja törjön belétek. Mert ez nem lesz teljesen haszontalan, itt át tudunk húzni. Valamennyire. És igen, nappal is még töltjük rendszereket. Gyűjtománia. Ezen egyébként dolgoznak a fiúk? Ja nem, ezt csak úgy beraktuk. Akkor recruit, és előbb-utóbb még valahova jutunk is vele, nem csak etetjük. Ő próbálkozik. Kis pirománán összementünk. Legyen az a belter, ami belter. Ha már kiszaporodtunk ide. Ennyire. Ó, egy csomó vadröfi. Még lehet, hogy levadásszuk, sőt, dropónik. Nem lehet, hanem biztosan levadásszuk őket. Oké.
Te majdnem ránk esett. Disznó. Wow! Nem is kevesen. Hát ennek vaja, ebből baj lesz. Ebből bizony bajok lesznek. Oké. Te ezt olcsón megússzuk. Ez csodálatos lenne. Úgy látom egyébként csak noob kapott problémát. Na meg persze sok-sok-sok sérült. Maradandó kár, azt hiszem senkit nem ért. Talán noobot leszámítva persze. De még ő sem vészes, ő sem katasztrofális. Oké. A disznók mellé hoztunk egy csomó. Azt meg majd vadásszátok le. Ez a legegyszerűbb, ha az egész tüzet behúzzuk, és akkor szépen kioltják. Noob, neked kell egy fegyver.
Lehet, hogy valahol itt elhagytad a sajátodat, de most kell neked egy fegyver. Ezek annyira nem észvesztően fontos. Vadim milyen ellátást igényel? Semmilyen vészes. Itt meg van egy kis kedélyes tűz. Csak hogy jó legyen. Egy kis starvation. Mindez persze úgy, hogy van kajánk, meg végtelen mennyiségű állatunk. No, hát már ennyi, folytatjuk innen, még lesz sok-sok-sok problémánk. Egyelőre ennyi.